Illetve mondjuk talán néhány szót az elején felvezetésként, és én is köszöntök mindenkit. Valóban nem először vagyunk itt, és az egyik apropója annak, hogy itt vagyunk, az pont az, hogy nagyon sokat kell beszélnünk azokról a jó példákról, amelyek az ország különböző részein azért számosan találhatók, és én azt gondolom, hogy ezek közül a Baksi megint egy olyan mintaértékű példa, amelyről érdemes nem csak itt és most, hanem akár konferenciákon, egymás közti tapasztalatcserékben is beszélni. Baks nagyon aktív tagja volt egy olyan kistérségi programnak, amely az úgynevezett elsőkörös gyerekesély programjainknak volt a része, és azt gondolom, hogy mind a település, mind a kistérség büszke lett azokra az eredményekre, amelyeket elért, hiszen biztos kezdett gyerekházat indítottak, olyan közösségi épületeket hoztak létre, amelyek a falu minden lakosának, és ezen belül egyébként a cigányságnak olyan szolgáltatásokat, olyan széles skálán nyújtott szolgáltatásokat tudtak megvalósítani, amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz annak a folyamatnak a sikeréhez, amely részben ettől függetlenül is megy. Ez a másik oka, amiért érdemes Baksról beszélni. A felzárkózási programok akkor érnek igazán sokat, vagy akkor tudnak túlnyúlni a saját kereteiken, ha találkoznak azokkal a helyi kezdeményezésekkel, jöjjön az a polgármesteri vezetéstől, jöjjön az a helyi cigány önkormányzattól, vagy éppen a közösségtől, civil szervezetektől, ha illeszkednek más folyamatokhoz. És Baks azt gondolom egy ilyen példája, itt tényleg a csatornázástól kezdve a fenntartható növekedés, illetve a környezetgazdálkodás különböző lépéseig, olyan, most éppen egy komplex telepprogram is fut a településen, olyan példákat látunk, amelyeket, ahogy mi is egyébként országosan próbáljuk a mi programjainkat csatolni, fogaskerékszerűen csatlakoznak egymáshoz, így gondoskodván arról, hogy a évekkel ezelőtt elkezdett intézkedések, cselekedetek, azok hosszú távon is fenntarthatóvá válnak, és túlmutatnak a saját maguk eszközrendszerén és mondjuk pénzeszközein, hiszen egy szerkezetbe kapcsolódva sokkal nagyobb hatást tudnak elérni, mint egyébként egy szigetszerűen működnének. Én azt gondolom, hogy Baks ilyen szempontból büszke lehet azokra az eredményekre, amit elért, és az, ami itt történik Bakson, azt túl is mutat egyúttal a községen, ahogy halljuk, jönnek ide tapasztalatcserére. Én azt gondolom, hogy azok az ambíciók, amelyek a vezetésben megvannak, azok nagyon jól egészítik ki azokat a központi kormányzat által segített, illetve támogatott programokat, amelyek felzárkózás politikában, fejlesztés politikában rendelkezésre állnak.